Köszöntöm a kedves nézőket! Mai műsorunkban a hobbi kikapcsolódás köré szőttük témáinkat. Ezek életünkben betöltött szerepéről, fontosságáról beszélgetünk. Tartsanak velünk! Egy könyvbe bármikor el tudok teljesen mélyedni, és kikapcsolom a teljes környező világot bármikor. De semmi csinálást, ezt meg kell tanulni. Ez amikor figyelek önmagamra. Figyelek az érzéseimre. A legszebb pillanat, amikor ugye már megvan az étel, és az önkénteseimmel együtt kiosszuk a hajléktalanoknak. Akkor az almát mereszeltem, kicsavartam a levét, összekevertem a 3-4 kalán mézzel, és most felviszem az arcodra. Elsőként Márton Evelin íróval találkozhatnak, aki idén megkapta az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat. Immár 4 kötet szerzője és a Bukaresti Rádió szerkesztő műsorvezetője. Vele a munkásságáról és kikapcsolódásról beszélgetünk. Helyzetekben. Az alap az én történetem, de nyilván, hogy ebbe beleépül másoknak a története is, tehát ismerősök, barátok, látott vagy elképzelt dolgok is benne vannak. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most, nem tudom, a Szalamandrák főszereplője az teljesen azonos velem, de nyilvánvalóan sok mindenben köze van hozzám. Engem végül is bármi inspirál, de tényleg, tehát a körülötted repülő légy is inspirálni tud, tehát hogy elindít valamit. Érdekel az egész világ, sok minden érdekel egyébként, és bármi inspiráló lehet. Az egzotikus helyszíneknek pedig végül is mindegyik pontján voltam, tehát hogy még nem írtam olyan helyről, ahol még nem jártam. Persze az sem feltétlenül pont ugyanolyan a valóságban, mint ahogy én megírom, de hát mindenki átszűri magán azt, amit lát. Mindenkinek végül is egyéni meglátása van arról, amit látott, nem? Tehát hogy te is elutazol bárhová. És én is elutazom ugyanoda, és valószínűleg, hogyha megbeszéljük, akkor két teljesen különböző helyszínt fogunk lefesteni, aminek lesznek közös pontjai, de azon túl meg lesz egy csomó minden más. Nem engedhetem meg magamnak ezt a luxust, hogy legyen nekem akkor egy ilyen szent helyem, ahol csak ott írok. Apámnak van egy farmja, és ott van nekem egy szobám, az az én szent szobám, de hát oda elég ritkán jutok el. Egyébként ott szeretek a legjobban, de a konyhaasztalnál írom a legtöbbet, szóval nincs egy ilyen külön helyszín. Inkább csend kell hozzá, tehát nem kell ahhoz semmi úgy nagyon. Csak hogy ne zavarjanak közben. Végül is, amióta gyerekem van, azóta tanultam meg úgymond beosztani az időmet, mert azért elég szétszórt lennék. Illetve, hogy tudom mikor mit, de hogy régebb ez sokkal rugalmasabb volt, most már... Hát nagyjából, amikor őt lefektetem, utána van ez a csendzóna, meg éjszaka.
Akkor éjszaka szeretek egyébként a legjobban írni, csak amióta iskolába kell járni, azóta ezt nem nagyon tudom összehozni, mert akkor nem tudok felkelni reggel. A gyereknevelés, rádiózás, illetve írás mellett Evelyn a kikapcsolódást, lazítást is fontosnak tartja. Mert, mint mondja, anélkül kiég az ember. Meg kell tudni állni néha ahhoz, hogy érezd, élvezd a járást, a munkát. Egy könyvbe bármikor el tudok teljesen mélyedni, és kikapcsolom a teljes környező világot bármikor. Tehát most előveszem, és elkezdek olvasni, és megszűnik minden körülöttem. Ez mindig is így volt, amióta rákaptam az olvasásra. Időnként, de egyre ritkábban, vagy már régen nem csináltam. Szoktam írni képzőművészeti kiállításokhoz kísérő szövegeket, tehát nem kritikákat, hanem olyan szövegeket, amik mondjuk rezonálnak az illető művész munkáival. Azt nagyon szeretem, de hát az ahhoz sok minden kell, tehát hogy tényleg rezonálnom kell az illető művésszel, és neki is velem, tehát hogy ez egy kölcsönösséget feltételez. Tehát hogy neki is kell tetszegyen az a szöveg mondjuk, amit írok a munkái mellé, és akkor az ugye a kiállítással együtt szokott megjelenni. Ezt szeretem. Minden írás végül is egy üzenet valamilyen szinten, vagy reflexió arra, hogy hogyan látom én a világot, vagy mit találok problémának, mit találok jónak. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván üzenet is, igen. Ez nem feltétlenül szándékos, tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy most leülök és eldöntöm, hogy megírom a nem tudom micsodát, hanem ez így jön. Tehát az embert foglalkoztatják dolgok, és nyilván azokról fog írni. De hát ez egy ilyen nem előre kiszámítható dolog, legalábbis nálam nem. Tehát, hogy nem tudom előre azt, hogy hogyan fog mondjuk befejeződni egy történet. Nem tudom. Milen könyve 1. Ki volt előbb? Amiről a barlangrajzok mesélnek. Első bekezdés. Kezdetben volt a nő. Azt a bordás mesét amúgy sem vettem be sosem. Annyira átlátszó, annyira rossz. A legrosszabb bibliai mesék közül való. Férfi írta, ki más írhatta volna. A Márton Evelynnel való beszélgetés azt erősítette meg bennem, hogy szükségünk van olyan tevékenységekre, amelyek kikapcsolnak, felszabadítanak. Hogy ez valójában miért fontos, hogyan válasszuk, illetve milyen szempontokat vegyünk figyelembe, amikor kikapcsolódási lehetőségben gondolkodunk, erről fogunk beszélgetni dr. Ferenczi Ennikő mentálhigiénész szakemberrel. Mindenképpen választani kell valamit a munka mellett, ami az embert kikapcsolja, hiszen hogyha menedzsmentet kellene tanítani az embereknek, vagy akár azt, hogy az életüket hogy éljék harmonikusabban, vagy akár egy minőségűbb életet, akkor a hobbi, a kikapcsolódás az ott kellene szerepeljen. A gyerekeknek ez a nagyon túlprogramozott életük, az megint nem természetes, mert ott nincs benne a gyereknek a szándéka, vagy az óhaja. Tehát az jó, hogyha a szülő megismertet különböző kikapcsolódási lehetőségeket a gyerekkel, és a gyerek aztán választ. De ha a szülő azt csinálja, hogy beosztja, és a gyereknek például nincs egy fél órája, vagy egy órája, ami arról szól, hogy én most jól érzem magam, és lazítok, akkor tulajdonképpen mit csinál? Megfelel a szülői elvárásnak. Kikapcsolódásnak pont az a lényege, hogy én személy szerint döntsem el, hogy mi az, ami nekem jó, mi az, ami hozza azt az érzést. Ezért nehéz lenne receptet adni, vagy megmondani valakinek, hogy mit csináljon, mert erre rá kell jönni. Tehát lehet egy színes palettát felajánlani, hogy ez van, ezeket próbáld meg, akár gyereknek, akár felnőttnek, különben kliensnek is mindig azt mondjuk, hogy ő válasszon. Amiben jól érzi magát, ami arról szól, hogy teszek valamit önmagamért, azért, hogy jól legyek. Most az olyan érdekes, hogy eleve a kikapcsolódás megy nagyon nehezen az embereknél. Tehát ez a ülök és nem csinálok semmit. Tehát ezt meg kell tanulni. Ezt lelkigondozóként mi úgy hívjuk, hogy lóbálni a lelkünket. És ezért ne legyen az embernek bűntudata. Na most itt nem arra gondolok, hogy a nem tudom, 8 órából 6-ot lóbálja, hanem, és ezért mondtam, hogy időmenedzsment, hogy nagyon szépen, tudatosan fel kell építeni az életünket ahhoz, hogy bekerüljenek olyan idők, amikor tényleg arról szól, hogy önmagamért teszek valamit. Ez egy erőforrás különben. De semmit csinálást, ezt meg kell tanulni. Ez amikor figyelek önmagamra.
figyelek az érzéseimre, tehát munka közben, rohanás közben, mindig valaki másra figyelünk, ha nem más, akkor éppen az időre, a szaladásra, és elveszítjük, pont a lényeget veszítjük el. Azt a lényeget, akik vagyunk, és akit tulajdonképpen irányítani szeretnénk. Beosztás a lényeg olyan szempontból, hogy azért általában tudjuk. Tehát most gondolok arra, hogy holnapról tudjuk azt, hogy mennyit fogunk dolgozni, nem? És akkor mindig szerepeljen ott, és előre beosztva, hogy akkor az az én időm. Én ezt akár heti beosztással is ajánlanám, például vasárnap este, ami amúgy is egy olyan jó depis időszak az emberek nagy részénél, akkor például végig lehet gondolni, hogy mi az, amit fogok csinálni a jövő héten. És általában azt tudjuk, hogy mi lesz a munkánk, ugye? És az üres időkkel meg nem tudunk mit kezdeni. Most nem arra gondolok, hogy az üres időt is ilyen szorosan beosztani, hogy akkor nem tudom, 4-től tornászom, és 5-től zenét hallgatok így. Nem, de hogy az a szabad idő. És akinek például párkapcsolatban él, vagy gyerekei vannak, annak meg egyeztetnie kell a körülötte élőkkel. És ezt, és így tanulja meg a gyerek például. Tehát a gyerek megtanulja a szülőktől azt, hogy nem csak dolgoznak, vagy akár lehet, hogy egy kicsit munkamániásnak tűnnek az ők szemükbe, de hogy ezek a szülők tudnak kikapcsolni is. És ez egy jó dolog, mert amikor a szülők kikapcsolnak, úgy térnek hozzánk haza, vagy akár velünk, sokkal pihentebben, jókedvűbben foglalkoznak. Ez a legbiztosabb tanítás. Nem verbálisan tanítunk, úgy is, de hogy ez nem olyan hatékony, mint a magatartásbeli. Ha meg kellene határozni a hobbit, akkor nekem valami olyan jutna eszembe, hogy hobbi az, amit önmagamért teszek. Önmagamért teszem, hogy jobban legyek, hogy kikapcsolódjak, hogy ismerkedjek magammal, hogy érezzem azt a pihentető, vagy akár lazító, vagy feltöltő érzést, amit aztán magammal viszek, visszalépve, vagy kilépve a hobbimból. Molnár Fodor Edinát jazzénekesként ismeri a szélesebb közönség. Azt már kevesebben tudják róla, hogy nagyon szeret főzni, és hogy az Omasakáda egy meleg ételnevet viselő szervezetnél önkénteskedik, ahol hajléktalanoknak főznek minden csütörtökön. Edina két hetente jár, egy útjára pedig mi is elkísértük. Számomra élményt nyújt, tapasztalatot. Tulajdonképpen a társadalomnak ezt a rétegét így megismer ilyen közelről, hogy a szívedbe zárod őket, mert hogy már egy idő után ismered, és tudod, hogy melyik rászorulónak mi a kedvenc étele. Azért úgy oda szokták súgni nekem, hogy mikor lehet majd savanyú káposztából készíteni valami ételt. Tehát, hogy azért most már nagyjából megjegyzem, hogy tudom, hogy ki mit szeret. Igazából az, hogy ilyen közel kerülni ehhez a réteghez, és felismerni azt, hogy, tehát nem csak felismerni, tudni róla, hogy léteznek, és nem elfordulni, vagy tehetni. Tehát van egy olyan helyzet, hogy az ember nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogyha ilyen hajléktalanokkal találkozik az utcán. Én legalábbis ezelőtt 10 éven nem tudtam mit kezdeni. Nagyon sajnáltam őket, de nem tudtam, hogy mit tehetek értük. Én szerintem az, hogy bekapcsolódunk egy ilyen szervezethez, ahol ételt adunk nekik, és ezáltal másokat is magunkkal húzni, és magunkkal hozni, és másokat is beavatni egy ilyenbe, ez én szerintem sokkal hatékonyabb, mint gyorsan oda nyújtani nekik valami almosnyát vagy pénzt, és tovább sietni. Itt 50 és 60 embernek főzünk, és a fő cél, hogy olyan ételeket, olyan meleg ételeket tálaljunk, amivel jól laknak az emberek. Ez az együttfőzés, együtt való beszélgetés, tracsolás, megbeszéljük a fejleményeket, mikor milyen csapatta vagyok. Van, amikor politikai helyzeteket beszélnek, meg van, amikor színházi helyzeteket, és van, amikor csak úgy beszélgetünk.
És van ennek az egész akciónak egy ilyen kifutása, hogy van az első egy óra, amikor egy nagyon ilyen stresszes, őrült tempóban előkészítünk mindent, megpucolunk, meghámozunk, feldarabolunk, és amikor az úgymond a hozzávalók felkerülnek a tűzhelyre, és elkezd rotyogni az étes, a főzési idő alatt van az, hogy na, akkor most szusszanunk egyet, vagy megkávézunk, vagy eszünk, falunk valamit, amit éppen valaki, ha valamit hoz magával, és akkor kezdünk el beszélgetni. Utána pedig van a legszebb pillanat, amikor ugye már megvan az étel, és az önkénteseimmel együtt kiosztjuk a hajléktalanoknak. Tehát az szerintem úgy teljes az egész, hogy van ez a kifutási idő, akkor van egy ilyen várakozási, és akkor vannak, amikor kiadjuk az ételt, és én nagyon sokszor, miután ez megtörténik, akkor megvendégelem az önkénteseimet, de úgy, hogy ők is részt tudnak venni, és a hajléktalanokkal együtt ebédelni. És ennek van egy hangulata, hogy interaktív módon ugye részt veszünk, hogy velük beszélgetünk, és hogy velük együtt leülünk az asztalhoz és ebédelünk. Rengeteg fiatal egyetemista érdeklődik, és bizony van, amikor nagyon udvariasan nem utasítjuk el őket, hanem megkérjük, hogy be kell osztani, mert hogy több mint hárman nem férünk el ebben a konyhában, és nincs mit tenni, nincs annyi munka. De olyan általában három embert tudunk fogadni, és akkor ugye listára felkerülnek, és ki mikor ér rá, nagyon szívesen. Igazából igen, ez egy ilyen kis közösségépítő önkéntes munka. Ha tudom, hogy szükség van rám, szükség van az én kétkezi munkámra, és ennek van egy olyan visszajelzése, egy olyan pozitív visszajelzése, ami a csillogó szemekben, a jól lakott arcokon, vagy azt, hogy felismernek az utcán, és integetnek, és kérdezik, hogy mikor fogsz jönni megint főzni. Hát ennél több nincs is szükségem ennél többre, tehát ez egy olyan elégtételt ad, egy olyan impulzust, ami visz tovább. Mert ugye vannak ilyen, volt olyan nap, hogy csütörtök reggel, passz, nem tudtam, hogy mit dobjak össze, tehát egyszerűen nem jutott eszembe semmi, de volt, akit megkérdezek, rögtön utána néztünk, bevásároltunk, kiszámítottuk, tehát hogy nem tudsz megállni. Én igazából azt gondolom, hogy ha valakit valami megtalál, vagy fejbe kólint egy ilyen gondolat, akkor azt meg kell fogni ezt a gondolatot, vagy meg kell fogni ezt a lehetőséget, és élni kell vele. Legyen ez bármilyen hobbi. A hasznos kikapcsolódásról szóltak az elmúlt percek, arról, hogy saját kedvelésünket hogyan fordíthatjuk egymás megsegítésére. Az ihletrovatunkban azonban önmagunkhoz kanyarodunk vissza. Könnyed téma következik, bőrápolásról lesz szó. Arról beszélgetünk Sajgó Orsolya kozmetikussal, hogy mit hoz a tavasz bőrünknek, illetve mivel ápolhatjuk, hidratálhatjuk azt. Műsorunk utolsó percében egy otthon is könnyedén elkészíthető bőrápoló maszk receptjét mutatjuk be önöknek. A tavasz elsősorban nagyon kiszárítsa bőrünket. Ugye a kinti hideg, az erős szél, a benti nagyon száraz meleg, a kevesebb vitamin fogyasztás, a víz, az nagyon fontos, hogy másfél liter, két liter vizet tegyünk meg naponta, persze ez télen biztos csökken. Megváltozik, szárazabb lesz a bőr. Még annak is, akinek zsíros, annak is egy kicsit szárazabb lesz. Elsősorban még az is, aki nem szokott járni kozmetikushoz, bár kétszer egy évben ilyen alkalmaként elmenni kozmetikushoz, hogy teljes bőrápolást vagy bőrtisztítást kapjon elsősorban. Az elhalt hámsejteket jól letisztítani, leradírozni. És nem árt egy arcmasszázs is, ami ugye felpezsíti egy kicsit a fakó bőrt. Házilag úgy tudom segíteni, hogyha otthoni maszkokat készítünk, az a legjobb amúgy, a legtermészetesebb. Mint például ugye lehet a mézzel, a zsíros bőrre, a avokádot, egy kicsit kását tudunk belekeverni. A lejhet most nagyon ajánlom,
tavasszal az epretek is joghurttal, két kanál joghurttal összetörni, nagyon felpezsdíti és gyulladásgátló is az eper, úgyhogy a zsíros bőrnek az nagyon jó. Száraz bőr, az ilyenkor kb. Egy maszkot használunk. Azt most, amit neked is fel fogok tenni, az egy almás, mézes keverék. Nagyon gyorsan meg tudunk otthon csinálni, erre leszelünk egy almát, összetörjük, csavarjuk a levét, az nem kell hozzá, a leve azt el kell önteni, vagy meginni. És vagy két-három kalál mézzel összekeverni, feltenni az arcra. Az alma az nagyon jól letisztít, az enzimek azok feloldják az elhalt hámsejteket és letisztítják, és a méz az nagyon hidratálja. Szóval kettő az egybe is nagyon, nagyon jó tesz a bőr. Lehet banánnal is, mézzel, összetörni jól a banánt, egy kis mézzel, vagy joghurttal is, esetleg csak nincs akkor tejszínnel. Ezek mind nagyon táplálják a bőrt és tisztítják. Ezeket a maszkokat maximum 20 percig rajta hagyjuk, utána meg lemossuk, letisztítjuk és a hidratáló krémmel bekenjük. Ahhoz, hogy ezek a maszkok hatékonyak legyenek, felvitelük során bizonyos lépéseket be kell tartani. Lássuk, melyek ezek. Először is letisztítom az arcot. Egy arctejjel. Az is nagyon fontos, hogy természetes alapú termékeket használjunk. Mindig olvassuk el, hogy mit ír a címkén, miből áll. Mert az is kiszállíthatja a bőrt nagyon könnyen. Most használunk egy hidratáló pigmentet, hogy az elhalt hámsejteket leradírozzuk a bőrről. Ez nagyon-nagyon fontos most tavasszal, hogy egy megtisztított bőrt tápláljuk. Hát amúgy nem jutna be a bőrbe a tápanyag. Most szépen leradírozzuk. Még egyszer áttöröm arc lemosott eljel, és jöhet a maszk. Jó vastagon is mehet, mert annál több vitamin szívódik fel. Rendben vagyunk, akkor most hagyjuk egy 10 percet, hogy hasson, és lenne letöröljük. Bekenjünk egy hidratáló krémmel, és kész is van. Köszönöm figyelmüket! Találkozunk jövő héten csütörtökön este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra! Köszönet a Beauty K és a Krízi Stúdiónak!